Most már a pontszerzés elengedhetetlen a nyíregyházi TK számára, hiszen eddig egyet sem sikerült gyűjteniük az idei szezonban a férfi szuperligában. Az Ajka ellen sem lesz ezúttal könnyű feladatuk szombaton Fintáiknak, hiszen igen jó formában van ellenfelük eddig. Tavaly hazai környezetben nem sikerült a győzelem az Ajka ellen, idegenben egy döntetlent azonban sikerült elcsípniük a nyíregyházi tekéseknek, akik most már megszakítanák rossz sorozatukat. Számunkra viszont most már lassan a győzelem felé kell menekülni, erre minden esélyünk megvan, azt lehet mondani, hogy minden játékos rendelkezésére áll majd a hakkérdező játékos edzőnek. Több játékosunk most már egész jó formában lendült, kisebb-nagyobb betegségek, húzódások azért hátáltatják a egyes játékosoknak a felkészülését, de nagyon bízunk benne, hogy hétvégén egy 3400 fát valahogy sikerül összehoznunk itt hazai pályán, amivel mindenképpen partiba lehetünk, és abszolút háromesélyes mérkőzésről beszélhetünk abban az esetben. A 3400 fa pedig idén kifejezetten jó teljesítmény lenne a nyíregyi csapattól, akik ugyan pont az Zalaegerszeg ellen már 3300 fa felé is eljutottak. Úgy gondolom, hogy erre már nagyon komoly esélyünk van. Gondolok itt, hogy egy jó formában lévő Mogyorósi Péter, azért egy Kastura Zsolt is néhány héttel ezelőtt egyéni csúcsot dobott edzésen. A kérdező eddig is jó formában volt, még mellette a Szegő Levente is. Bízom benne, hogy nekem is sikerül egy nagyon jó eredményt összehoznunk, és akkor még a Péter Dávid jó formában lévő 560-as eredményét várjuk, és akkor ebbe az esetben tényleg azt lehet mondani, hogy a 3400-at mindenképpen meg kell, hogy üsse ez a nyíregyházi csapat. A pontszerzés pedig az önbizalom növelés szempontjából is jól jönne az együttesnek, hiszen eddig a nehezebb összecsapásokat letudták már, és Fint az Zoltán szerint most kezdődik számukra a nyerhető mérkőzések sora.